Sziasztok! Egy zöld sminket szeretnék elkészíteni most. Ugye vannak új palettáim, még nem mutattam, de ebbe találtam múltkor azt hiszem három nagyon szép zöld sminket, ebbe a Rivalgami palettába. Amiből lehetne, ugye ez a három, öt, mert még talán ez az alsó, de hát ezt nem is tudom milyen szín. Ez egy ilyen nagyon sötétebb, csillogós szín. Tehát ezt a hármat szeretném felhasználni, ugye, amit van. Ezt így, ezt a hármat, mert mi meglátjuk, ide tettem ezt a Larok palettát, ugye, amiben nagyon jó színek vannak, mind ilyen. Nem mutattam sokszor, de nem baj, ebbe is vannak itt végig zöld színek. Úgyhogy majd abból szeretnék valamit csinálni. Úgyhogy miről fogok beszélni? Hát egy pár kérdésre megadom nektek a választ, amit szoktak tőlem kérdezni, hogy mi meg hogy megy. Úgyhogy azt fogom mondani, és akkor tudod a dolgokat. Rékike, menjél be! Menjél be! Menjél! Na, menjél! Amíg fölveszem ezt a videót. A gyereket azért zavartam be, mert ugye nem akarom, hogy benne legyen a videóban, nem zavar, hogy itt van. Na. Ugye jön az alapozás. Ja, még mielőtt el nem felejtem, vettem ezt a micellás vizet, mert ugye smink így, hogyha így elrontom a sminkemet, akkor ugye ezt akartam használni, ezt a, már itt egy kicsit koszos is, ezt a sminklemosót akartam használni, ami ugye ultra szenzitív, megtöröltem vele a szememet, és végig dörzsöltem így vele a szememet, és este azt éreztem, hogy valami nem stimmel, nagyon égett a szemem, éreztem, hogy úgy, hogy mint tudod, mikor begyullad, úgy csipásodik, vagy én nem tudom, és gyorsan kijöttem, és van ilyen allergiás szemcseppünk, ugye, mert allergiásak vagyunk, és gyorsan becsöpögtettem, hogy reggelre vele gyulladjon a szemem, vagy nehogy legyen vele valami, ugye szemüveges vagyok, érzékeny a szemem, és a DM-be lementem egyik szombaton, és vettem ezt a micellás vizet, hogy ugye az érzékeny szememre nehogy valami bajt okozzon, úgyhogy ezzel fogom kiavítani a sminkem. Raktam ide főtisztító pácikát, egy csomó ecsetet, itt a nagy bőröndöm is, remélem minden benne van, úgyhogy akkor neki is állok. Mikinek segítettem? Úgyhogy akkor én el is kezdem, ugye a szokásos alapozót fogom használni, ami nekem nagyon bejött, de előtte még ugye ezt a Baby Skin, mi ez, primert. Hát kezdjük azzal, ugye, én nem haragszok senkire, meg nem zavar engem, hogy bárki bármit is megkérdez tőlem, csak úgy választ szeretnék adni egy pár dologra, hogy ugye, hát hogy is mondjam, hát, hogy kérdezték tőlem, hogy milyen egyedülálló anyaként, hogy így autista gyerekkel, meg minden. Hát ugye én azt el is mondtam, hogy régen nagyon-nagyon nehéz volt, mikor Pestre jártunk, nem tudtam, mi a problémája ugye a Nikinek. Hát a Nikinek az volt a problémája, azért ordított állandóan, mert ugye fájt a gyomra, mert a tejestől, aztán a végén 16 év után rájöttünk. De voltam én nagyon sok gasztroenterológusnál is, aki vizsgálta a Nikit. Ő is csak azt ajánlotta, hogy hát adott makragolt, mondtam, hogy hát a gyerek nem megy WC-re, meg székrekedése van, meg minden, és mindig csak makragolt adott, hát adjak neki laktózmentes túrógombócot, ha ilyen nagyobb mennyiséget csinálok. Aztán úgy elmondta ezt az orvos, akkor úgy megint úgy döntöttem, hogy akkor megint orvosváltás van, és akkor elvittem egy másik orvoshoz, egy ismerősöm által megadott orvoshoz, akinek ugyanígy autista gyereke van, neki még refluxos is, tehát annyira refluxos, hogy visszajön az élelmiszer is, és akkor
ő adott laktóztablettát, meg hogy mit adjak a gyereknek, meg minden. Igen, de nem lett jobban, ugye. És akkor ezért voltak a nagy hisztik, meg problémák, nagyon nehéz volt vele, és ugye még ráadásul ő ordított is az utcán, ugye aztán az emberek ezt nem nézik jó szemmel, nagyon kevés ember van, aki tényleg ilyenkor oda megy és segít, vagy egyáltalán oda mer menni segíteni, mert hallottam olyat is, hogy nem merek oda menni segíteni, ugye, mert azért ott csak hisztizik valaki, ezek harapnak, csípnek, nem mindegyik, az enyémnek, ha volt valami baj, akkor harapott, csípett. Nehéz volt eleinte vele, nagyon sokáig nehéz volt, aztán ugye, hogy de én erről már beszéltem, leálltam a teljes élelmiszerről, így lett könnyebb. Tehát most ugye el van magával, ugye magával a tablettel, ugye amíg én videót veszek föl, ami max fél óra, 3/4 óra esetleg, kicsit több, de addig ő el van, játszik a tablettjével, utána ugye el van véve tőle, vagy ő maga leteszi már, és akkor leül mesét nézni, délután együtt vagyunk, meg minden. Na most, hogy ugye van olyan, mikor te is kommentelsz, mert nem mondd, hogy nem, mert én szoktam azért, és van, mikor nem rossz indulattal, és mégis ugye rossz indulat, kicsit várok, hogy beszívja a bőröm, rossz indulatnak veszik. Na most én is megkaptam azt ilyenkor, hogy nem tudok sminkelni, csúnya a körmöm, rossz anya vagyok, meg ilyenek. Na most, hogyha valakinek érted, nem tud sminkelni, akkor nem tud sminkelni, de attól gyakorolni lehet. Nekem még sosem mondták azt, hogy rosszul sminkelek, így ismerősök, akik ugye tényleg látnak mindig mindenkinek tetszett, na mindegy. Tehát, hogy én is azért megkapom a rosszat, meg azt, hogy rossz anya vagyok, kaptam már olyat is, nagyon sok minden. Úgyhogy arra szeretnék választ adni, hogy ugye egyedülálló anyaként egy autista gyerekkel milyen? Hát nem könnyű, mert ugye amit te látsz, az csak azt látod, ami a videóban van. Abból tudsz következtetni. Na most lehet, hogy ment a ruhámra alapozó, nem tudom, na mindegy. És ugye abból tudsz tele következtetni, hogy ugye én bezavarom a gyereket. Igen, mert nem szeretném, hogy a videóban benne legyen. Azért szoktam bezavarni, és azért egy órát ő is tud játszani, meg nekem is jár egy óra, vagy másfél óra, hogy mondjuk ezt a videót megcsinálja. Ugye hobbiból YouTube-ozok, akinek tetszik, megnézi, akinek nem, az ugye úgyis tovább megy, vagy leiratkozik, vagy nem tudom. És akkor, hát így nehéz volt régen, most egy picit könnyebb, mert változott a viselkedése, mert nagyon sokszor elmondtam ugye, hogy a tej az viselkedési problémákat okoz. Hát láthattad is. Meg aki nem bírja a tejet, ugye a Nikinek a gyomra fájt. Na most szedett rá, minek hívják azt? Na, jaj, most a sablekötőt szedett, egy csomó algopirint, nagyon sok algopirint szedett be, akkor ezt, akkor azt hittük, hogy fáj a torka, akkor ugye a hűtőből lette a kaját, ugye, a, hát ide jött, és akkor bedésmált mindent, megdésmált mindent, megevett mindent, ugye ettől fájt a gyomra, egy zsíros felvágottól tud fájni a gyomor nagyon, akkor ilyenkor sírt, ugye, akkor adtunk neki algópirint, akkor adtunk neki szódát, mert ugye mi volt a probléma? Hát az volt a probléma. Jó, hogy egy hajpántot fölvettem. Az volt a probléma. Mindjárt hozok egyet. Hoztam egy hajpántot. Ugye az volt a probléma, hogy nem tudott dolgozni a gyomra. Én nem felejtettem el, hol hagytam abba. És ugye nem tudott hát büfögni ezáltal, és azért sírt. És ugye minden problémát okozott. Tehát például, hogyha én krumpli babát csináltam, ugye hívják tocsninak, vagy görhönynek, az, amikor elszeled a krumplit, tudod, raksz bele tojást, és akkor lisztet, meg fűszereket, én szoktam piros paprikát, és a kisütöd olajba a reszelt krumplis, ilyen összekevert kutyulékot, ugye, és hát ez is problémát, tehát minden étel problémát okozott, ugye,
És akkor nagyon nehéz volt vele, ugye, mert fájt a gyomra. Érdekes, most már ezek nem okoznak problémát, úgyhogy valami más volt. Hát ugye, ahogy a szervezetében benne volt ez a sok teljes élelmiszer, hogyha az föl van halmozva például, akkor ugye az nem tud jó dolgokat okozni, aki nem bírja ugye annak, de úgyhogy akkor volt vele úgy nagyobb-nagyobb probléma. Mostanában nem sír, hála Istennek, mert azért ugye egy emeletes házban lakok, hogy én nekem engemet az nagyon zavart, hogy hát ugye én zavarok vele másokat, hogy sír, ordít, nagyon ordított. Úgyhogy most már így ilyen téren szüntek meg ugye a problémái, azért én is úgy alszok, hogy szakaszosan alszok, mert hogyha ő megy a vécére éjszaka, én megyek utána. Most, hogy ez furcsa, hogyha így videóban beszélek róla, azért beszélek róla, hogy ugye tudjad, mert volt, aki kérdezte. Hát így, mondom én így 9-kor kelek, 10 órakor, ha fáradt vagyok, akkor is fölkelek, van, hogy reggel 6-kor például, hogyha szeretnék elmenni valahova, hogy időben el tudjak készülődni, mire édesanyám ideér, ugye, mert egyedül nem lehet hagyni, elvinni nem lehet, mert ugye elment magától, meg ha egyszer megunja, akkor fogja magát is elmegy. Tehát most ez nem azt jelenti, hogy én nekem nincsen vele problémám, mert például egy vérvételre nem tudom elvinni, mert ugye messze van, taxiban nem ül be, tehát akkor ezt old meg. Csak hát ugye ezt a videóban nem látod, hogy hogy mennek így a dolgok, úgyhogy azért mondom el, hogy nem olyan könnyű vele, de könnyebb, mint régen. Vagy csak én nyugodtam meg, ugye azért ketten vagyunk, nincs itt még valaki, akivel ugye problémázni lehetne, vagy akármi, és azóta van nyugodt életünk, mert kérdezték ugye, hogy ugye egyedülálló anyaként. Na most én nagyon sokat csalódtam, ugye, és nem szeretnék többet csalódni. És már inkább nem fogok bele semmibe, meg például én szerintem, így, mint nő, nem hiszem, hogy nekem keressek valakit, érted? Tehát nem tudom. Tehát vannak, akik itt Tinderen próbálkoznak, ugye, aztán vagy sikerül neki, vagy nem, nagyon sokat hallottam olyat, hogy nem sikerült, és elmesélte, hogy mi történt. Vannak ugye olyan emberek, van YouTube-os is, akinek sikerült, és talált egy normális párt magának, de én nem szeretnék a Niki miatt se, meg nem tudom, úgy jól érzem magam így a bőrömben most. Úgyhogy így nagyon, nekem úgy nagyon felszabadult így, így nekem jobb. Ugye aludni most már tudok, igaz, elég későn szoktam lefeküdni, ugye, és akkor közben elővesszük a palettát, ezt ugye, amit mutattam, ebből ezt a, nem is tudom melyik szint vigyem fel, valami világos. Hát nem tudom, próbálkozok ezzel a színnel közben, és ugye nem, nekem az nem hiányzik, én nekem most így nyugodt az életem, nekem most így jó az életem, ugye én is szakaszosan alszok, mert éjszaka is kelek és megyek utána, meg ugye a kutya is jelez, hogyha akármi van, mert úgy szokta meg maga a kutya, de nem mi szoktattuk úgy, hanem a kutya szokta meg a dolgokat, és ugye egy picit könnyebb lett. Nem mondom azt, hogy nagyon, mert ugye nem tudok kimenni. Tehát ha történik vele valami, akkor a gyerekkel csak úgy tudok elmenni, esetleg ha taxit hívok. Másképp nem tudok elmenni. Nem tudok elmenni egy orvoshoz úgy, hogy fogom a gyerekemet és elviszem, holott ez régen sikerült, de most már ugye félek, hogy megint megcsinálja azt, hogy megint elmegy. Úgyhogy azért nem egyszerű ám ez az egész. Úgyhogy, de hát én nem voltam sose olyan, hogy szomorkodjak, meg izé, mert ha egyszer olyan van, akkor úgyis megpróbálja megoldani az ember, csak megtalálja rá a megoldást, aki megtalálja, aki meg tudja, mert ugye a hányom tiszta annyi féle. Tehát ez nem úgy, mint a még film az, na. Rayman, a esőember, ugye, hogy mindent tud, mert az egy összetett film volt, ugye, erről, hogy egy okos autistáról, de annak is problémái vannak, tehát
nem biztos, hogy úgy viselkedésileg az is más. Tehát azért csak problémás emberekről beszélünk, vagyis gyerekekről. Hát, hogyha gondolod, akkor Facebookon vannak ilyen autista csoportok, ha esetleg beengednek, mert ugye oda kell írni, hogy miért szeretnél a csoporthoz csatlakozni, akkor hát próbálj bemenni, és akkor ott körül tudsz nézni, hogyha esetleg te tudni akarsz erről valamit, vagy vannak filmek, ugye, vagy akármi, történtek dolgok, meg minden, úgyhogy nem azt mondom, hogy nagyon könnyű, de kicsit könnyebb lett, mióta így nem adok neki tejterméket. És ennyi. Ugye azért szoktam a Tesco-ból online rendelni, azért szoktam idehozatni az ételt, azért vagyok nagyon szomorú néha, hogy ugye van, mikor így húsvétkor vagy karácsonykor te ezt nem tudod megtenni, és akkor le kell menni a másik közérbe, ami most nagyon messze van, ugye, mert most a Spár nincsen, oda nem tudsz menni, most akkor messze van a Lidl, oda két busszal kell menni, és azért onnan hazacipelni elég sok dolgot, ugye, amire én nekem szükségem van, hogy anyukámat se rángassam, ugye, mindig, meg hát ugye ő se lesz mindig, úgyhogy nem könnyű, de hát, hogyha tud jönni a Tesco, akkor van kaja. Ha nincs, akkor mi megoldjuk. Tehát valamit. A Spárnál se volt szabad időpont húsvétkor. Én néztem a Spárt is, és nem volt szabad időpont. Tehát onnan se tudtam volna rendelni. Na, menjél be, Niki. Mindjárt menjél játszani, amíg végzek. Úgy ügyes vagy te. Na, bezavartam a gyereket, de az nem azt jelenti, hogy rossz anya vagyok, hanem azt, hogy nem szeretném, hogy itt legyen a videóban benne. Úgyhogy és ugye, már megint összetapogattam ezt a tükröt, hogy az emberek így hiába nem vagy rossz indulatú, hogy ugye félretéve azt a témát, azt félretettem, ugye, hogy nehéz, mert nem tudsz elmenni sehova. Nekem a mozi nem hiányzik, hogy folytassam azt a témát. A mozi nem hiányzik, mert tudok itthon filmezni, ugye. Az interneten, azért van internetem, nekem az a szórakozásom, ugye, hogy tudjunk egy filmet megnézni, gyerek meg tudja nézni egy mesét, amit szeret. Ő régen a Sona Bárányt nézte a YouTube-on egész nap, úgyhogy aztán nekem ez a ízém, hogy legyen egy film, néha nem szoktam mindig nézni, de néha azért leülök, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor most megnézek egy filmet, ugye, keresek egyet, és akkor megnézem. De másra én nem is vágyok, tehát nem vágyok arra, hogy étterembe járkáljak, ugye, mert tejérzékeny vagyok. Nem egy könnyű dolog azzal se. Hát most mit tudsz egy étteremben enni, például egy rántott húst, egy rizssel, ugye, vagy sült krumplival. Igen ám, de az is lényeg, hogy abban mi sült abba az olaj belőttem, mert ugye ott ilyen nagy kosaras fritőzők vannak, vagy hogy hívja, olajsütők, ugye, és hogyha abban volt sajt, vagy sajtgolyó, vagy bármi sajtot sütöttek benne, azt én már nem tudom megenni, ugye? Mert abban már benne van a tej. Tehát az az olaj, az átvette a tejet, hogy úgy mondjam. Tehát nem vágyok ilyen dolgokra, hogy étterem meg ilyenek. Hogyha én vásárolni akarok valamit, akkor én úgy szoktam, hogy vagy akciósan, mert ugye nagyon odafigyelek, hogy akciósan vásároljak. Én mindig a mindenből az olcsót veszem, én mindig mindenből akkor vásárolok, mikor akciós, például ha kinézek egy táskát magamnak, azt is akcióval veszem meg, addig nem veszem meg. Tehát, hogyha mondjuk ezt a viccelás vizerek, ugye áldoznom kellett 1200 forintot, mert annyi volt, akkor mit tudom én, egy hétig nem iszok kólát. Mert ugye annak az árából megy el. Vagy, tehát akkor lemondással jár ugye ez az egész. Nekem mindig az volt az első, hogy én a számláimat befizessem, és akkor én csak utána rendelek, kiszámolom, hogy mire mennyit, ugye milyen jó színe van ennek a zöldnek, mire mennyit költök el, miből mennyi kell, hogy maradjon, hogy a következő pénzig kihúzzam, meg hát ilyenek. Jaj, hol van a ragasztóm?
Hát én azt most nem tudom. Az kimaradt a ragasztó. Na mindjárt hozok ragasztót. Hoztam celluxot, ugye, a szemem sarkába. Na tehát, ugye, hogyha én vásárolok valamit, nem azért vásárolok én, mert én jól élek, hanem például, ugye, én nem dohányzok. Vágd ezt el most. Ó, foggal téptem el, micsoda csapás. Na tehát, hogy én ugye nem dohányzok, nem iszok. És ugye ki mire tud költeni, meg ki mit engedhet meg magának, meg ki miből vásárol. Mert ugye azért a bevásárlós videóban szoktad látni, biztos, ha nézed a videóimat, hogy ugye mennyit költök kajára azért, meg azért van nekem is rezsim, mondom, nekem mindig az az első, hogy kifizessem. És ennyi, amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani. Ugye mindig apránként veszem meg magamnak ezeket a palettákat, se drágán veszem meg, hanem mikor akciós, ugye, most akciós volt, egy palettát kértem anyutól, ugye akciós volt, és tudott kettőt hozni. Tehát nincsenek itt drága sminkjeim, meg drága ruháim, meg ilyenek. Mindent apránként veszek meg. Ugye ez is 1200 volt most ez a paletta, ugye ez a Rival de Mi paletta, a másik kettőt, amit kaptam. Ő mindent így apránként, tehát a körmös cuccaimat, azt is apránként vásároltam, ugye meg. Hát ahhoz elég sok minden kell, mert ugye kell hozzá egy lámpa, amivel ugye megköt a zselé, meg de ez ugyanaz a szín, de ugyanaz. Az. Kell egy izé, egy lámpa hozzá, ugye, amiben megköt, kell ahhoz géllak, nem olcsó, mondjuk a kínaiba szoktam most már venni, ott 7-800 forint, ugye, mert a krisztálban meg 2-3 ezer. Na tehát azért mondtam ezeket el, ugye, hogy sok embernek választ adjak a kérdésére, hogy miért nincsen, hogy így egyedülálló vagyok. És azért, mert nem érzem úgy, hogy nekem szükségem van valakire. Majd inkább megoldom, ha valami van, valahogy majd csak sikerül, akkor úgyis, ez nem jó ez az egység, akkor úgyis, mit tudom én, kitalálja az ember, ugye, hogy mint nagyon sokan amúgy fölajánlották, hogyha valami van, szóljak, van kocsim, elviszlek bevásárolni, volt olyan, aki azt mondta. Úgyhogy azért tudok valakihez fordulni, de úgy vagyok vele, hogy amíg nincsen gondom, addig nem. Tehát... Jaj, de jó ez az ecset, ez a kedvencem, olyan nagyon nagy a teteje, hogy nem szeretem. És olyan kicsiket hoztam ide, úgyhogy maradjon ez. Ezzel a sötétebb zölddel szeretném itt kívül kihúzni. Na tehát mondták azt is, hogy nem tudok sminkelni. Hát na, most erre mit mondjak? Nem tudom. Most már én sem tudom egyébként, hogy tudok-e sminkelni.
vagy nem tudok, vagy jól csinálom, vagy nem. Hát én így tudom megcsinálni, és kész. Egyébként visszabántásként kaptam ezt a dolgot, meg ugye volt egy csajsz, aki idejött állandóan, őt letiltottam, hogy ez gányolás, azt írta ide, véletlen föloldottam, és azt írta ide, hogy ez gányolás. Hát akkor gányolás. De azért kimerek benne menni az utcára, néha elrontom, ugye, de hát az nem baj. Úgyhogy, hát ennyi, amit én mondani akartam ezzel kapcsolatban. Ugye nem élek nagy lábon, ugye látod, hogy miket veszek meg, és hogy mi van a hűtőmbe. Egyszerre szoktam így nagy dolgokat megvenni, és akkor nem megyek mindig a boltba. Hogyha meg kell, akkor meg ugye így utána szoktam rendelni, vagy ugye ami most nincsen, a Spárba szoktam lemenni. És hogyha például hamburgert akarok enni, ugye akkor oda szoktam lemenni. De mondjuk itt a közérben is van ilyen hamburger zsömle, amit csak tartalmazhatós, amit én ugye ehetek. Kicsit jobban. Egy kicsit jobban kihúzom. Úgyhogy hát ennyi lett volna erről a dologról a véleményem. Milyen lakásban lakok? Hát amilyen van olyanban. Mert azt is szokták ugye kérdezni. Ez már az én dolgom, erről nem szeretnék beszélni. Úgyhogy ennyi. De szerintem az másnak legyen mindegy. Jaj, de jó, hogy összekentem. Itt is zöld most már mindenem. Na, jó van. Most egy világosabb szint szeretnék fölvinni. Egy picit oda, hogy nem tudom, hogy kéne az oda, vagy nem. De ezzel csináljunk valamit. Ide teszek egy kis korrektort, és megpróbálom ezt a innen föntről ezt a zöld cuccot levadászni. Úgyhogy azért kezdtem ugye élőzni, hogy tudjunk beszélgetni egyet. Minden most is egyébként voltam fönt, ahogy ígértem, 10 óra fele, de nem jött senki, aztán lejöttem. Hát akkor nem. Hát mindenki ugye máskor ér rá, ha esetleg egy kis másik valami zöldet, valami ilyen, milyen, jaj, mindig egy csillámosabbat, vagy krómosat. Menjél be, drágám. Jó van. Tehát, hogy nem is tudom én, mit akarok végül is. Csak hát, hogy ezekre a kérdésekre ugye tudjad a választ. Én most így jól érzem magam egyedül, nekem nem hiányzik egy társ, itt van a gyerekem, tudom, hogy az más, de most én így jól vagyok. Na hát, nem mutattam meg, de mindjárt megmutatom. Ezt a zöld szint vittem föl még, ide fölülre a szemhéjamhoz, ugye? Na most nem látok már szemüveg nélkül. Úgyhogy, hát úgy engedem ugye meg magamnak a dolgokat én is, hogy vagy akciósan, vagy. Hát most úgy vásároltam ugye a Pink Pandáról, hogy most nem szeretnék egy ideig. De ugye mivel egy olcsóbb smink kategória, meg ugye nem drága palettákból sminkelek, így én ezekről például nagyon nehezen mondok le, ugye ki mi? Ugye ahogy én elmondtam, én nem dohányzok, nem iszok, úgyhogy más nagyon sokat elkölt cigarettára,
ez nem akar nagyon látszódni, nagyon sokat elkölt cigire, meg ilyenekre. Na hát én nekem az meg elmegy másra, ugye. Egy picit ide egy világosabb zöld színt szeretnék. Ide a szemem sarkába, ha sikerül, sikerül. Úgy nagyjából egyforma, úgyhogy megkaptam azt is, ugye, hogy nem tudok sminkelni, meg hogy milyen a körmöm, hát ide figyelj, én egyedül gyakorlok itthon, nekem nem segít senki, amennyit megcsináltam, azt mind egyedül, de most már kezdem azt elérni, mondjuk itt nem zavar ez a kendő, de mondom, hogy a fölül a szemembe, így fönt a szememet letörültem vele, és rettenetesen irritálta este is. Aztán így becsepegtettem, és nem lett ugye vele semmi. Na, nagyon féltem, hogy esetleg begyullad, mert ugye irritálta. Úgyhogy nem is tudom már, hol tartottam. Na, hogy ugye azért vásároltam most, így kaptam egy 10%-os kupont, ugye, vettem. Majd mutatom úgyis egy vásárlós videóba 3 ilyen palettát, le volt akciózva. Ugye, múltkor kipróbáltam, hogy csináltam belőle sminket, mert mentem le a vásárolni, és nagyon jók, úgyhogy abból is már lesz ilyen haul videó, ugye akciósra szoktam mindent venni, tehát nem szoktam megvenni semmit teljes áron. Van, hogy ugye várok rá, még akciós lesz, vagy így glamour napkor. Most azért vásároljam, hogy mit vettem, vettem 3 palettát, vettem egy alapozót, ugye ezt, mindből lejött 10%, ugye ebből még egyet vettem, de majd lesz egy haul videó, és abba benne lesz. Hát mit vettem még? Más nem nagyon. Ja, vettem egy szájfényt, és egy kontúrt, egy Essence vízálló fekete kontúrt vettem. Na, hol a szemüvegem, mert semmit nem látok. Jó lett ez a zöld. Na, hol van? Azt keresem. Hát most meg nem mondom, lehet, hogy még csak a fiókba bedobtam, meg egy ilyen kontúrozó készletet, egy Essence-t. Tehát az se ügye egy drága, az se ügye egy drága dolog. Hogy most egy picit így a, nem szeretnék több sminket venni, mert ugye azért már elég sok van itt. Jó, mondjuk van, akinek több van, de elég most. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan bírom ki. Tehát mindent így apránként szerzek be, meg mindent akciósan. Tehát ha már nem akciós, akkor én nem veszem meg. Tehát úgy most én nekem így kerek az élete, nem hiányzik belőle senki. Hát végül is ezt szerettem volna mondani. Ez a videó után jön egy beszélgetős videó, utána még ugye egy takarítós videó. Például kinéztem ugye egy táskát. Lehet, hogy egyébként ez már nem fog fogni, és olyan jól. És megláttam most akciósan, hát fele áron. Úgyhogy megvettem magamnak.
Úgyhogy most megvettem magamnak, ugye egy glamour napkor szoktam így sminket is venni. Hát most várom a májusit. Ja, megint a smink, ugye. Hát úgy voltam ugye vele, hogy ha már így smink videót veszek fel, akkor legyen, miből legyen például szín és minden. Olyan, mintha ez kifogyóba lenne. Nem tudom, még sose használtam el amúgy egy ilyen ceruzát. De most ilyen ecseteset vettem, azt az eszenszet. De majd úgyis lesz egy haul videó, és akkor meg szoktam ugye mutatni. Lesz ugye egy olyan videó, amit tegnap kaptam egy ötletet a live-ba, hogy régi fényképeket mutassak magamról, és az is lesz, ugye, megmutatom. Régi óvodás képeim vannak így. Úgyhogy, ja. Úgyhogy, ha nem tudok sminkelni, akkor nem kell nézni. Tényleg van, amikor az ember oda kommentel valamit, halál jó indulattal, nem YouTube-ról beszélek, és félreértik. És vissza is bánt. Visszabántott egy csaj, de hát nem baj az. Nyugodtan mondd el a véleményed. Nem érdekel. És akkor vissza. Hát igen, utána valamit elmond, amit nem kéne interneten, és utána ég a csiga a háza, és akkor ugye ki mit képzel, meg miért képzel. Tehát szerintem most, hogy nem mást bántsak, mert nem akarok én senkit bántani, nem kell félreérteni, mert ugye mindig félreértenek, vagy csak egy ember értett félre, és hát annyit osszál meg magadról, amennyit meg akarsz, de hogyha utána olyat osztatsz meg, olyat osztol meg, amibe be lehet kötni, akkor hát ugye az már nem tetszik, vagy az már egyből nem jó. És láttam olyat, hogy olyat osztott meg például, amit én nem osztanék meg, de hát ugye mindenki más, így rázom ezt a ceruzát, szerintem már lassan kifogy. Úgyhogy én ilyen vagyok, meg hogy mondták, hogy mosolyga, én ilyen vagyok. Tehát, hogyha én nekem, mikor a Niki kicsi volt, és én nekem egy ilyen nagy hisztit csinált, és nehezen nyugtattam meg minden, és de a végén sikerült, én mindig úgy voltam vele, hogy jaj, de jó, hogy sikerült megnyugtatni, és most már véget ért a hiszti, és most már nincsen semmi baj, és mindenen így átléptem. És mindent így ilyen lazán vettem, és aztán ugye meg egyszer így dur. Mert aztán az ember idege is, ugye ezt elbírtam, aztán nem csináltam semmit, sose sírtam, sose adtam ki magamból, aztán egyszer lett ennek egy következménye, de hát azon is már túl vagyok, úgyhogy ennyi. Aj, milyen néz, hogy néz már. Nem mindig tudom egyébként ezzel. Jól megcsinálni. Majd mindjárt újra megpróbálom. Hogy hasonlítson azért a... Na, most már jó. Ugye ezután akkor jön egy beszélgetős videó, aztán a takarítós videó, és utána lesz egy ilyen fényképes. Hogy igyekszek. Most már leveszem, aztán kijavítom, ha nem sikerült úgy. De most már mégiscsak szebb így
mint hogy ugye nem használta a ragasztót. Egyébként van, aki betétet szokott szétvágni, és azt ragassza ide. Végül is a célnak megfelelne. Meg ide is szokta, meg ide is ragasztotta. Na remélem, hogy egyforma lett ez a vonal. Hú, de kihúztad? De szerintem jó. Még egy kicsit vastagítok rajta. Tehát úgy könnyű sminkelni tényleg, hogyha tanulod suliba. Jól. Tehát úgy tényleg könnyű sminkelni, hogyha tanulod iskolába, és akkor csak gyakorlásképpen jössz föl, és úgy sminkelsz. Nagyjából stimmel. Hát még arra gondoltam, hogy valami világosabbal szerettem volna, de nem nagyon akar így meglátszani rajta. Úgyhogy megpróbálom még egyszer. Ugye van egy ilyen kis vékony ecset, aminek ilyen nincsen másik, nem tettem ide. Na melyikkel? Ezzel megpróbálok húzni egy vékonyabb vonalat, ami úgy világosabb. Hát legyen ez a fehéres. Fehéres, ez inkább ilyen világos bézs, szerintem. Itt akartam a szélét, hogy egy kicsit világosabb legyen. Így. Na, ez így jó. Csak föl kell emeljem, ugye, mert nem látok. Remélem, hogy amúgy nem unalmasak a videóim, mert ha igen, akkor mondjátok. Mert akkor próbálok rajta javítani. Na, így akartam, hogy ide egy kis világosat felvinni. Lehet, hogy nem szokták, de hát... De szerintem sokkal jobb lett, egy kicsit úgy feldobta. Hogyha esetleg valamilyen videót szeretnél tőlem látni, azt is írd le nyugodtan, mert hogyha olyan, akkor megcsinálom és fölteszem. Mert ugye mondták ezt a fényképeset, most mindegy, hogy ki mondta, de lesz, csinálok. Na, még egy kicsit ide a szélére. Én egy ilyen sminkbe simán kimegyek, ugye szemüveg úgyis eltakar belőle, de én simán ezt utcára használom. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez extrém, szerintem nem tudom. De ugye én mindig is szerettem az olyan egyedi... Na figyelj már, hát ez hogy?
De egyforma. Mindig is szerettem az olyan ruhákat, világosabb ruhákat hordok, nem sötétebbet. Tehát nem szerettem ugye így a sötétebb színeket se. Meg. Az ilyen komorabb zöld szín sötétet. Például egy feketével már nem vennék föl, és ahhoz egy fekete cipőt, mert én inkább a rózsaszín, meg az élénk színeket szerettem. Tehát a kéket, például van egy baseball jacket, ami kék, fehér, de meg fogom mutatni, hogy akkor lássad, hogy én milyen holmikat szeretek. Ugye én a sportosat szeretem, magas sarkú cipő, meg az ilyen nőies ruhákat nem. Úgyhogy én már az olyan komor, tehát hogyha egy fekete valami, akkor én ahhoz nem veszek föl például egy ilyen, egy mutató. Egy például egy ilyen sötétebb zöldet én ahhoz nem vennék föl, és akkor ahhoz egy fekete cipőt, hanem szerettem azt, hogyha olyan világosabban öltözik valaki. Mondjuk én, beszéljünk úgy róla, hogy én, nem pedig valaki. Na, akkor jöhet a szempillám, és akkor utána a szemöldököt. Nem felejtem el. Ugye, amit mindig használok, az közben főzöm a levest, ami nem nagyon akar főni, mondjuk húsleves, úgyhogy nem kell, hogy rotyogjon. Ugye ezt a három félét szoktam, ezt a két szempillaspirált, és ezt a alapot szoktam felvinni. Tehát úgy néha, hogy kételkedik az ember, hogy jaj, most jó az, amit csinálok, tényleg tetszik, vagy nem tetszik. Vagy úgy, nem tudom, na. Először csak fölül teszem föl ezt az alapot, mert alul szeretném kihúzni a szememet. Ugye azt hiszem alsó vízvonalnak hívják, és egy kis zöld festéket még fölviszek oda. Úgyhogy megkeresem a fogyó szempontjának, ha így látok. Na, ha így látok, egy kicsit megtaláltam a hegyezőimet megint, de mindig elrakok mindent, és kihegyeztem. De hogy a kupakja hol van, azt én nem tudom, ez már. Elég régen megvan ez a szem. Ceruza, de csak ugye ide alulra használom. Egyébként szoktam ide a fehér tus fölé fehéret használni. Szeretem, ugye. Mert hát így a szemüveg az kicsinyít is, meg már sokszor mondta, nem is látszik. És azért szoktam olyan erőteljesebb sminket csinálni, tehát nem azért, mert bohóc akarok lenni, ugye, hanem azért, hogy a szemüvegem mögött is, vagy a szemüvegem alatt is látszódjon az, hogy én ki vagyok sminkkel, mint hogyha nagyon érdekelne, hogy más mit mond, csak hogy, na. És ugye kicsinyít a szemüveg. Így is kicsike szemem van, és még rajta kicsinyít a szemüveg is. Tehát azért, hogyha fölveszem a szemüveget, ugye sokkal másabb alatta. Úgyhogy, ugye tegnap volt live, majd szerdán megint újra lesz, 5 órakor. Most is fönn voltam, csak nem jött senki, aztán mondom, lejövök, pucoltam a zöldséget amúgy.
Azt nem, azt letöröltem. Tehát azokat nem osztom, ugye, meg. Ami, nézd már, na. Amiben nincsenek, ugye nem beszélgetünk, azt nem szoktam megosztani. Teszek rá egy kis zöldet, ugye, ide. Ami egy kicsit sötétebb, hogy passzoljon a felső részhez. És ha lehomlik, leomlik. Ha lehullik, akkor majd valahogy megpróbálok javítani. Na. Szerintem így jó lesz. És akkor ami lehullott, van ilyen alapozós vagy púderes. Megpróbálom ezzel így lehúzni. Hát, ha így sikerül. Úgy látom, hogy leszette. De majd teszünk egy kis púdert rá. Csak először befejezem ugye a szempillámat. Ezzel a fehér alappal, amit ugye már fölülre fölraktam, és akkor teszek alulra is. Na, tehát azért már megint belenyomtam lehet a tükröt. Tehát ugye azért mondtam el ezeket a dolgokat, hogy tudja, nem azért, mert én valakinek rosszat akarok mondani, vagy akármi. Úgyhogy nem azért, csak hogy tudjad, hogy azért nem olyan könnyű, valamikor így szakaszosan alszok, ugye megint visszatérve a témára, hogy valamikor éjszaka is fönt van a Niki, ugye akkor megyek utána, megpróbálom rávenni, hogy visszafeküdjön, hála Istennek visszaalszik, le is kopogom, jaj, hol kopogjam, ilyen babonás vagyok, úgyhogy hála Istennek vissza szokott aludni, úgyhogy így tudok én is pihenni. De volt, hogy egyébként fönn voltam kéjjel kettőig, háromig, négyig. Ugye akkor nekem csöndbe kell tartanom, hogy ne sírjon. Aztán volt, hogy nagyon későn feküdtünk le. Voltam én is nagyon fáradt, ugye. Akkor meg is hisztam, mert ugye már elmondtam azt, hogy a kóla. Most is szoktam kólát inni, főleg most, hogy ugye hiába fogyok, kúrázok, edzek, minden nap edzek, úgyhogy nem jön vissza a kiló. Ezt a Sherry kólát szoktam venni, most ilyen limitált kiadásban van. Valameddig ugye elérhető. Ez ugye nem a cukormentes, mert annak nagyon rossz íze van. Hanem ez a cukros. De ugye, mert vasárnap van, ma edzés van. Egy héten kétszer szoktam pihenni, és akkor szépen háromkor állok oda, és így nem jönnek vissza a kilók. De ha abba hagynám, például egy hétig, meg két hétig nem, akkor tuti visszajönnének, ugye, mert az élelmiszerek is. Most, hogy kinek ez megbotránkoztatok, kinek nem, hogy hát edzek és kólázok, én ezeket nem fogom megmondni magamtól. Nem mindig szoktam kólázni, nem minden nap szoktam kólázni. Valamikor hetekig nem iszok, meg nem eszek kekszet se, de amikor eszek, de a tornát azt ugye nem hagyom abba, és én amúgy régebben is így fogytam le, elég sokat, úgyhogy nem tudom. Nekem ez így megfelelő. Valamikor aztán lefúrt a lelkismeret, ugye, hogy elmesegítem egy kólát, meg megettem egy kekszet, de hát aztán... Tegnap mértem magam, ugyanúgy még 84 kiló vagyok. Tehát nem jött vissza semmi. De hát az edzés az nem marad el. Sőt, valahogy reggel is szoktam
ugye ilyen 10 óra fele, meg van, hogy délután is. Húsz percet, mert megerőltetni pedig nem szeretném magam. Egyébként régóta ez a fülbevaló van bent, mert tegnap ugye mondták. Van egy sima, ami kisebb karika, akkor van még egy nagyobb karika, azt elég ritkán hordom. Az is ilyen mintás, csak az ilyen vékonyabb, és nagyon vékony, de sokkal nagyobb. De szeretem csak az ilyen karikákat, szeretem, és ugye ezüstöt szoktam hordani. Úgyhogy ez most kész a szemem, és akkor jöhet a szemöldök, és utána pirosító. Úgyhogy ha itt szeretné a videót látni tőlem, akkor nyugodtan mondjad, és hogyha úgy gondolom, hogy szerintem is jó ötlet, akkor szívesen megcsinálom. Ugye, mint hogy tegnap is adtak egy jó tippet. Figyelj, már erre rászállod, én erre nem is gondoltam. Ugye... Közben hívtak, úgyhogy azért kapcsoltam ki. Ezt a kontúr palettát vettem, duo palettát, az van rajta. Ez egy essence, ugye? Én nagyon sokat láttam róla így videóban, hogy jó, ugye, és akkor én is meg szoktam venni. Hát megpróbáljuk, hogy hova való ez, ugye gondolom ide, meg nem tudom. Majd még utána nézek, hogy hova való, elővettem egy ilyen ecsetet, és akkor ezzel megpróbálunk ilyen kontúrt húzni. Hát, hogyha sikerül, megpróbálok. De jó pigmentált szerintem. Egy kicsit így. Még majd utána. Mi ez, hallom? Mik ezek? Ez mi? Nem dolgoztam el a korrektort. Nézzem, mondom, mi van az arcomon. Ha kimaradt, nem baj, majd a végén elért azt is, úgyhogy nem olyan nagy baj ez. Csak nézzem, mondom, mi van itt az arcomon. Ugye ezeket nem dolgoztam el. Próbálom egyformára. Tehát, hogyha van valami, amit szeretné tőlem videót látni, és hogyha nekem is tetszik, akkor nyugodtan írd le kommentbe, mert nagyon szívesen elkészítem, hogyha te azt meg szeretnéd tőlem nézni. Úgyhogy eldolgozom ezt a korrektort, mert hogy én ezt itt hagytam. Nagyon tetszik nekem ez az alapozó, tényleg. Nem is fogok áttérni másra, hogyha nekem így bejön valami, akkor nem szoktam. És már megvettem a másodikat is belőle, ugye, hogy tudjak sminkelni, hogy ne fogjon ki, és akkor legyen nekem. Hát, majd próbálok most már nem ennyi sminket venni, de hát ugye úgy apránként veszi az ember, és akkor azért csak még ezt is szeretni, meg azt is, de tényleg így akciósan szoktam megvenni mindig. És akkor tegyünk föl egy kis, hát nem tudom, hogy a világosat mire szokták használni, de mondom, utána fogok nézni, mert nem néztem én ennek utána. Egy kis pirosítót felteszek, ha megtalálom. Itt szépfestékek vannak, itt vannak a pirosítók. Legyen ez. Ez a Rival Demi. Érdekes, láttam másnál is, hogy megvette ezt. Ez nagyon jó kis pirosító, szerintem. Ezzel az ecsettel fogom fölvinni. Igaz, ezzel púderezni szoktam, de van itt egy másik fajta. Ez, ugye ez a nagyobb fejű, ezzel is lehet. Még pirosítót is fölvinni szerintem, mondjuk én nem nagyon értek hozzá. És akkor ide viszem föl a pirosítót.
Nekem nagyon tetszik ez a zöld smink, hogy ugye olyan világosabbal van egy olyan széle. És akkor mit tegyünk föl még highlightert. Elteszem ezt a pirosítót, majd úgyis utána összepakolok még highlighter. Ilyen ecsetem van. Én egy vastagabbra emlékszek, ami volt nekem, aztán lehet, hogy nem volt, úgyhogy ilyen highlighter ecsetem van. És ugye ezt a palettám van csak meg, mert ugye kidobtam a másikat, de amúgy van a Lovely-tól is valahol egy picike kis kerek, az is nagyon jó minőségű, csak a pici, abban csak egy picike van, és ilyesmi színe van annak. És akkor vigyük föl, akkor nem tudom, legyen ez a sötétebb szín, ez itt a szélén, hogy legyen az, hogy egy picit sötétebb, nem tudom, hogy való ehhez a sminkhez, vagy nem, de hát meglátjuk. Én így amúgy nem is nagyon látom. Csak most ugye, hogy fölvittem ide az orrom hegyére is, megveszek föl egy kicsit. Úgyhogy szívesen veszem, hogyha leírod, hogy milyen videót szeretnél tőlem látni, és azzal nekem is ötletet adsz, ugye, hogy még mit lehetne, mert nem szeretnék nagyon unalmas videókat. Jön a Nikikém. Mindjárt kész vagyok egy pár perc, addig bemész, Nikikém. Egy kicsit menjünk még bejátszál TikTokkal. Ott föl a leves, mindjárt lesz ebéd egy pár perc, jó? Na, visszament. Még egy kicsit hagyj játszon a TikTokkal, utána úgyis ebédelni fogunk, de egyébként nem rég evett kekszet, úgyhogy biztos nem olyan nagyon éhes, de reggel is volt már. És akkor mi maradt ki? Ugye a pirosító megvolt, még ide teszek egy kis highlightert. Vagy inkább ebből a kontúrról, ebből csináljunk ide egy kis... Majd egyébként utána nézek, hogy láttam képet, hogy hogy lehet kontúrozni, hogy majd meg tudjam csinálni, de láttam, hogy ugyanezzel a korrektorral van barnább színbe, sötéte, és ezzel szokták árnyékolni is, ugye így kontúrozni is az arcukat, és azt is meg ki szeretném próbálni, és fogok egy olyan smink videót csinálni, hogy amit az interneten láttam, úgy sminkelek, és ennek a sötétebb színét fogom megvenni, és kipróbálom én is azt, hogy hogy csinálják. Ugye ide szeretnék. Hát, ő sötétbe lett ugye most belevártva. Úgyhogy így kézzel dolgozom, lehet, hogy nem kézzel szokták, de én így fogom. Belenyomtam a kamerába, tükröt. Így. Hogy ne legyen annyira erős. El volt törve pont ez az ujjam, nem akarok csúnyát mutatni, és hogy érzem, hogy nem olyan, mint a többi. Néha szokott egy kicsit fájdogálni is, és azért szoktam olyan furcsán fogni így a tükröt, mert valamiért az néha úgy egy kicsit fájdogál és zavar. És akkor ehhez egy ilyen világosabb, szerintem, egy ilyen világosabb barna szín illene. Itt vannak a rózsaim. Na, hol van egy világosabb szín? Egy ilyen barnás. Ja, hát itt van ugye a paletta is, de én csak ezt a szájfényt fogom most fölvinni, hogy ne legyen nagyon sötét a rúzs hozzá. Érdekes, ez olyan hideg. Lehet, hogy aztán van benne egy kis mentol, nem érezni rajta, de olyan hideg érzetet ad az ember száján.
Ki is úszhattam volna előtte. Na, majd mindjárt ki is húzzuk. Egyébként nem egy tartós száj fényez. Nem a legjobb minőség szerintem. És van valahol neki egy kontúr ceruzám, és ahhoz viszont szemüveg kell. Mert ugye van az a paletta, az a száj alakú, abban van barna szájceruza, de én nekem amúgy is kell, hogy legyen. Meg is találtam. Ezek, hogy ezek az elválasztók mindig kipotyognak, amit ugye kartonból csináltam. Ez a Contour Ceruza Essence. Megijön a Niki. Kicsi mennyiben pillanati számát ki nem látom. Menjél kicsikém, menjél. Be is ment. Nem tudom a számát egyébként, mert nem látom. Akárhogy is szeretném. Hogy milyen barna. Tudod, hogy csináljuk, inkább is. Leszeszem. Leszedem. Ha nem a legjobb. De látszik, csak olyan világos barna szín lesz. Nem is látszik nagyon. Ilyen barna amúgy. No. A legjobb minőségű szájceruza ez. Olyan sokszor kellett áthúzni, hogy látszódjon, plusz a kupakját is elraktam, itt van. De nem tudom. Nem. Nem csinált úgy semmit olyan. Én olyat szeretnék, amit ugye azért csak látszik, ha végighúzod, úgyhogy majd csináljok olyan videót, hogy mi jött be, és mi nem. Meg ugye elfogyott kozmet, a rúzsos a fogam. Elfogyott samponok vannak, gyújtsfürdők, úgyhogy abból is majd lesz egy videó. Csak szépen sorba. Tetszik nagyon ez a szájfény, de ez se a legjobb. Nem olyan, mint a másik, hogy látszik. Vagy csak én nem láttam, ugye. És miért van leoltva a villany? Most jut eszembe. Hát azért akkor remélem, hogy láttál valamit, és nem kell felvegyem ezt a videót még egyszer. Hát azért nem látok én. Ojjaj. Na, majd látjuk, mit hoztam össze. Na, tehát szép, mert csillámos, de olyan, mint hogyha nem lenne semmi a szádon, ugye, nem ragad. Egy picit csak, lehet, hogy aztán a számon marad, ilyen fényes, nagyon szép, csillámos az egész, ugye.
Hát most jön a szemöldök, nem tudom, kikapcsolta, föloltottam én egyáltalán a villanyt, vagy egyáltalán nem oltottam föl, nem tudom. Erről letöröltem a cuccot, és már kentem rá, mert rá tud száradni, úgyhogy én eddig nem töröltem le, nem tudom miért, de hogy majd még leszedem róla, ami rajta van. Ez nagyon tetszik nekem amúgy, kicsit már poros a tükör. Nagyon tetszik amúgy nekem ez a... ez a szemöldök termék. Nagyon tetszik, amilyen színt ad. Nem az az erős, ugye én nem szeretem azt a nagyon erőset. Ugye meg lehetne azzal a Vivien Szabó szemceruzával is csinálni, amit vettem itt a százasban. De az nagyon erős nekem. Tudom, hogy mostanában erősebben szoktak sminkelni, de én nekem nem tetszik, hogyha nagyon erős a szemöldököm. Nem szerettem valamiért. Szerintem ez a szemfesték se nagyon erős. Én nem látom, hogy nagyon kihívó lenne esetleg, de ki hogy látja, ugye mindenki máshogy szokott sminkelni, mindenki más a szemöldöke, meg ugye mindenkinek más jön be, szerintem. Más smink is. Van, aki ugye elítéli a kis sminkkel azt. Én nem. Én szerintem szép, ha egy nő sminkel, mert ad magára, ugye. És sokan azt mondják, hogy ez kurvás. Én szerintem ez nem kurvás. Én tényleg sokkal jobban érzem magam, hogyha ki vagyok sminkelve, és úgy megyek ki. Meg ugye nem szoktam vastagon alapozózni se, úgyhogy, hogyha leszedem, akkor nem történik akkor a változás, hogy azt mondja, hogy ki ez? Mennyiben mindjárt már is kész vagyok. Már is készen lesz. Ugye nem történik akkor a változás, hogy úristen, ki ez? Mert van, aki ugye tud úgy sminkelni, hogy teljesen leszedi, és atya, van olyan ismerőse. És én is így egyszer úgy mentem hozzá, hogy nem volt kisminkelve, és így, úristen, milyen csúnya az arca neki. De hát ugye, azzal az ember nem tud mit csinálni. Max ápolja, aztán szebb lesz, vagy nem tudom. De akinek aki szoliba jár, ugye annak nem... nem tesz jót a szoli. Eddig azt mondták, hogy hú, a szoli milyen jó. Most ugye már kitalálták azt, hogy a szolárium nem tesz jót a bőrnek. Én régebben jártam egy pár alkalommal, aztán úgy elhagytam. Aztán úgy nem is szoláriumban, hanem bronzáriumban jártam. Keresem, hogy hol az a másik szemöldök termék. Ugye az is egy eszenz, és ilyen kis spirálos a vége. Hát, Kriszta, hol tettek? Na, ajaj, nézzük meg csak itt. Itt van, elgurult oda, az asztal szélére, ugye erről beszélek, és ez tartósítja is. Nekem ez a két termék azért vált be nagyon, mert tartósítja is a szemöldöködet, úgyhogy nyáron szerintem, mikor meleg van, akkor ez nem fog leolvadni, hogyha ezt a két terméket használod, ugye ezt és ezt, mert ez fönntartja, mert ez nagyon jó szerintem. És ezzel még egy kicsit így át szoktam ugye húzni. Én nekem ilyen kis vékony szemöldököm van, meg ki is szoktam szedni. Mert itt az elején itt nagyon olyan szálak szoktak nőni, ami hosszabb, mint a másik. És ugye azt méretre szoktam vágni. És azért most újra ki van szedve. És ez még úgy, ez a spirálos, valami úgy földobja. És mostanában milyen egyforma, és hogy utána mivel szoktam leszedni a sminkemet, a TikTokon láttam egy csajnál egy arclemosót, ami ilyen habos, és ugye múltkor mondtam, hogy vettem ezt a micellás vizet, ezt is az interneten láttam, már nagyon régóta ki akartam próbálni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt veszem meg, ugye, ezt a micellás vizet,
hogyha esetleg javítani kell a sminket, akkor ezzel, ne azzal, ami irritálja a szememet. És megvettem ezt az arctisztítót, majd mondom, lesz egy haul videó, benne lesz, és ugye az alapozót nem nagyon tudtam leszedni az arcomról, azzal az arctisztítóval, ami nekem van, meg az egy sima arctisztító, nem habzó, ilyen aloe verás, nagyon szeretem, vagy aloe verás, mindig rosszul mondom, és azzal szoktam lemosni a sminkemet. Azért ez a szájfény tartós, szerintem valamennyire. Nem is ragad, olyan hideg érzete van. Ezt azt hiszem a 100-as boltba vettem. Kellünk még egy kicsit. Hát ennyi lett volna ez a videó. Ilyen lett a smink. Remélem, hogy tetszik. És hogyha tetszik, akkor iratkozzál fel, és nyomd meg a harangot, hogy ne maradj le a következő videóról se, és dobjál nekem egy lájkot, hogyha tetszett a videó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, találkozunk a következő videóba. Szia, szép napot, szép estét neked!